Sziasztok, üdvözlök mindenkit a csatornámon. És megint egy vlog, egy újabb vlog, gyerekek, és egy bejelentő lesz. Na, megtörtént a csoda. Sikerült megcsinálnom a gameplay csatornát a gyerekekkel. Nagy sikert arattunk magunknak, hogy a sikeredet. Úgyhogy nézzétek meg, be fogom linkelni a videó alá az új csatornának a linkjét, és nézzétek rá, három videó, pontosabban a harmadik az most megy föl, a harmadik gameplay. Kurva jó egyébként, nagyon jó, elszórakozunk a gyerekekkel. Csináltam egy egyénit is, egy egyéni gameplayt is. Mind a három gameplay PS2 játékról készült. És tök jó, tök jó. Az egyik az a... Melyik? Az egyik az a Dragon Ball Z, Budokai 2. A második gameplay az God of War. A harmadik pedig egy NBA Live 07 kosaras játék. Arról csináltam. Úgyhogy nagyon fasza. Tényleg jó volt így. Meg így az ember kiéli magát tényleg. Tehát kibaszott. Úgyhogy ez fog menni, ez a történet. Nem bántam meg, hogy így megcsináltam. Úgyhogy azon a csatornán meg ugye ez arra való, ugye gameplay csatorna, gameplayek rajta. Úgyhogy erre, ezért nem csináltam. Ugye azért nem lakosgattam fel erre a csatornára, mert ezen így is a vlog is kicsit már kezd burjánni, de szeretik a vlogot, úgy vettem észre, úgyhogy azt úgy nézegetik. Na, úgyhogy ezt belinkelem, és akkor akinek tetszik, vagy szeretnék követni, az iratkozzon fel mindenféleképpen erre a történetre. Szerintem megéri, mert tényleg jó. Tök jó gameplayek születtek, így baromkodtunk, elvéskedtünk a gyerekekkel. Úgyhogy nézzétek gyerekek. Visszatérve a dolgokra, és újra a fogyásról beszélnek, illetve a gyúrásról egy pár szót. Kemény heten vagyunk túl. Ez egy erős hét volt. A múlt hét az nem volt ennyire intenzív, ennyire hard, mint ez a hét. Hú, sok, rengeteg edzés, nagyon sok órát edzettem ezen a héten. Hú, rengeteget. Hát ilyen napi 2-3 óra edzések voltak. Ugye a gyúrás az hétfő, szerda, péntek, amit ugye mondtam. És kettőtörök pedig inkább a kardióra ráélezve edzettük végig ezt a hetet öcsivel. A kaját azt ugyanúgy tartom természetesen. Sikerélményem is volt. Ugye olyan póló, illetve olyan atléták rám jöttek, amik 4 éve voltak rajtam. Úgyhogy van sikerélmény is, ami természetesen lök előre ebbe a kőkemény úton, ezen a kőkemény harcon. Úgyhogy tök jó, mennek a dolgok. Miért itt küzdem, azt hiszem jövő héten fogok, abból is elegem, hogy állandóan mérem magam naponta, meg két naponta, nem fogom ennyit mérni magam, mert kurva idegesítő, mikor kevesebb megy le, megáldogál egy picit. Szerintem havonta fogom most már, nem fogok itt szórakozni vele, mert tényleg megbolondulok egyszerűen. Az annyira sietnék, annyira fogynák le. Ugye pont ezt beszéltük öcsivel tegnap is, hogy nyugalom, türelem, szépen csinálni kell az edzést, haladni előre és kész. Nem kell annyira rágörcsölök, annyira ráfeszülök a dolgokra, hogy rettenetes. Úgyhogy ezt most már be fogom fejezni, és szép, nyugodtan, kényelmesen fogom csinálni ezt a történetet. Most szombat van. Jó kimondani, hogy szombat, vasárnap, hétvége. Ugye ilyenkor nincs edzés, két nap pihenő, regeneráció, ugye ez szükséges, főleg aki edz, vagy aki gyúr, azt tudja. És nagyon jó, tudom így mondani. Tehát a tegnapi nap az brutális volt, a pénteki ugye edzés. Nyilván ugye a hét elején nagyon nagy intenzitás, ugye nagyon intenzív vagyok. Aztán a hét vége felé már azért lájtossága, nem bírom úgy
fáradok, úgyhogy nagyon jó az a hétvégi pihenő, ez rettenetesen jó, el is tudom mondani, hogy mennyire fú, kurva jó, örömteli. Sok az egy gyerekek, ugye dolgozok, varok egész nap, aztán minden este jön öcsi, kopog és csináljuk, és nem hagyja, és nem lehet alkudozni, és nincs appelláta. Nyomni kell kőkeményen. Úgyhogy most ilyenkor tényleg egy jó kis pihenő, úgy, akkor tényleg kihatom, de olyan hamar elmegy, hogy el sem hiszitek. Tehát pillanatok alatt, szombat, vasárnap, és ennyi volt. És ez van, aztán a hétfő is lehet edzeni. Főleg gyúrással, ugye, a hétfői napon. Na szóval, ma jön öcsi le hozzám este. Azt hiszem, 6 körül. Én szeretnék vele is csinálni egy ilyen kis bevezető, kis videót, pár dolgot elmagyarázunk, pár dolgot ugye elmesélünk a fogyásról, illetve hogy állunk most, öcsi nyilatkozik róla, biztos fog siránkozni nektek, hogy kurva nehéz velem, de mindegy, ez van, ezt tudom nyújtani, úgyhogy egy ilyen videót szeretnék csinálni majd most este felé. Úgyhogy azt is meg fogjuk csinálni, fel is fogom rakni. Ha megnézitek, tök jó lesz végre. Így megismertek öcsit, hogy ki ő, mi ő, mennyit fogyott le, hogy találkoztunk, ez az egész fogyásos történet, hogy alakult ki, hogyan segít nekem. Szóval mindent így szépen így elmagyarázunk, el fog nektek mondani. És akkor így fogjátok látni, hogy ez a dolog hogy megy, illetve hogy alakult ez ki. Ja, úgyhogy ennyi. Jövő hét azt ugye meg van tömve, van munka, most már jönnek a tetkók is. Azokat is fogom most már tolni fölfelé, hogy szépen egyensúlyban legyen a vlog, illetve a tetoválásos történet. Milyen munkák lesznek jövő héten? Közben iszok, gyerekek, mert ki vagyok szállva, cukormentes egyébként. Tessék, parancsoljatok. Ott van sugar free, ott van. Már így voltam, mert aztán így. Na mindegy, sugar free. Tessék. Na, úgyhogy milyen munkák lesznek jövő hét folyamán? Igen, hétfői napon befejezek egy ilyen pajzsos, láncos történetet, ilyen színes. Az is tök szép lesz, arról is fogok most már csinálni videót. Utána pedig egy alkar lesz, amit fogok folytatni. Egy egész alkar, de a második részletet fogjuk megcsinálni. Aztán mi lesz még? Portré az nincs most. Hát lesz Mauri is, akkor hát különböző feliratok, stb. Ja, akarok csinálni majd tényleg egy timelapse-et. Kihasználom a kamera adottságait. És szeretnék csinálni egy timelapse-et, egy ilyen, hát ilyen közepes hosszúságú munkát felgyorsítva, azt meg fogjátok nézni, fogok felvenni egy olyat. Az is egy érdekesség. Tényleg a kamerára visszatérve erre a kamerát, bízok már, mert... Na, a kamerára visszatérve megvolt a teszt, láttátok, fel is raktam, vissza is néztem. Hát, nem tudom. Most sebben veszek fel, ordibálok szintben, mert tényleg, hogy a hang jobb legyen. Ezzel veszek fel megint. Nem tudom, az alapzúgás az ott van. Ez az alapzúgás is tompa a hang. Nem tudom, hogy ez a... Nem tudom. Már megint nem néztem meg, hogy ki az a videós, akinek láttam, hogy ő is megvette. És neki kurva jó a hang. Ezt én nem értem, gyerekek, mondjátok már meg. Valószínű, hogy még én nem láttam nála se diktafont, se kis mini mikrofont. Nem tudom, biztos, hogy nem replikát vettem, biztos, mert boltba vásároltam, tehát nem internetes fos ilyen weboldalakon. Biztos eredet és biztos, hogy a esék, ami is, tehát biztos, hogy az, ami. Úgyhogy nem tudom, lehet valami beállítást, vagy most kivettem a tokból, úgy próbálok videózni vele, meg kíváncsi vagyok rá, hogy nem a tok zárja le, nem a vízálló tok, hanem a ez. De hát ez nem zárja le, mert nem hiszem, hogy ez lezárja. Mert mindenhol ki van hagyva. Nem tudom, mindegy, gyerekek.
ilyen tompa egy picit, de még a hang is, még hagyján, fütyörő hang az nincs, hál' Istennek, mint a másik kameránál. Aki a videófelvételekkel, fotókkal meg vagyok elégedve, abban tényleg full, tehát az kristály tiszta, gyönyörű szép videót vesz föl, rögzít. Abban nincs gond, de mondom, a hang, nekem azzal van a kibaszott nagy gondom. Mondom, ilyen alapzúgáson, ilyen, vagy nem tudom, és akkor úgy, ha az alapzúgás nem lenne, akkor még azt mondom, hogy jó. Mert akkor tudnák rá élesíteni, de az a baj, hogy élesítek, az alapzúgás is élesedik föl. Úgyhogy nem tudom. Szóval az a videó, lehet rá fog kérni a videós, hogy ő mit használ, vagy hogy van neki. Hogy valamilyen beállítást kell. De nem láttam benne ugye a maga hangnál semmilyen beállítást. De nem tudom, hogy... Na, úgyhogy majd meg fogom nézni, hogy miért van ez a dolog. Úgyhogy ez a kamera, ugye a hangot miért így rögzíti. Meglátjuk. Mindegy, majd ezt utána fog jelenleg ennek a dolgnak járni. Na jó van, gyerekek, ezt a pár dolgot szerettem volna. Este jön öcsi, megcsináljuk a videót, és minél hamarabb megpróbálom fölrakni ezt nektek, jó? Na, oké, gyerekek. Na. Most valamit kiírt ez a szar. Jó, veszik közben, jó van, mindegy, csak van. Mindegy. Na, jó van. Akkor találkozunk nem sokára öcsivel, egy páros kis tutot fogunk nyomni, oké? Na, addig is jók legyetek, gyerekek, figyeljetek engem, ezt a fogyásos történetet drukkoljatok nekem, és szólítsatok, mint az állat. Jó, hogy sikerül, már pedig miért ne sikerülne, és ennyi igazából. Na, jól van, gyerekek, majd még talizunk, oké. Cső csömű, cső tészta, palacsinta sütő, ezt már az egy kis szlogenem. Sziasztok!